Fogós ravasz kérdéssel indítok Szabó Orsolyának, a Nagykovácsi Kispatak óvoda vezetőjének, hogy mik ezek a termények, amik itt fölöttünk lógnak. Legalábbis a dekoráció itt mindig hangsúlyos. Nekem van egy tippem, de nem árulom el. Ezek itt barackok, kérem szépen, mégpedig azért, mert hogy beköltözős játékok zajlanak az óvodába, érkeznek az új manócskák, és számukra készülnek ezek a dekorációk, hogy könnyen megjegyzik a csoportuknak a helyét, és lássák vizuálisan a jelet is már, úgyhogy erre készült ez. Ha már a beszoktatást említette, hány új óvodista fog érkezni, és hogyan zajlik maga a beszoktatás, mennyi időt tölthet bent a szülő? A beszoktatás maga egy relatíven nyitott és rugalmas folyamat itt nálunk a Kispatak óvodában. Vannak bölcsödéből érkező gyerekeink, akik kimondottan hamar, gyorsan szoknak be az óvodai életbe, hiszen ők már ezt megtapasztalták a bölcsödébe is, és vannak olyanok, akik a családi közegből, otthonról jönnek, akik még nem jártak ilyen nagyobb közösségben. Az ő számukra azt szoktuk mondani szüleik számára, hogy szép fokozatosan, apránként szoktassuk a gyerekeket az óvodai élethez. Kezdetben akár csak napi egy-két órát vannak bent, aztán naponta beszélik meg a pedagógusok a szülővel, hogy mik a tapasztalataik, ennek alapján mi a javaslatuk, hiszen vannak olyan gyerekek, akik nehezen válnak le a szülőről, és vannak olyan szülők, akik nehezen válnak le a csemetéjükről. Előfordult már olyan is, hogy láttuk, hogy nagyon erős a kötődés anya és gyerek között, ezért apát kértük meg, hogy szoktassa be az óvodába a csemetét, és valóban sokkal könnyebben ment ez. A gyereklétszámra vonatkozóan pedig azt tudom mondani, hogy az óvoda kihasználtsági mutatója az sokkal jobb lett, legalábbis a fenntartó szempontjából egyértelműen, hiszen addig még a tavalyi évben 73%-os volt a kihasználtságunk, már most egy 92%-os mutatót tudunk felmutatni. Törvényszerű az, hogy azok a gyerekek, akik bölcsödébe is jártak, azok az óvodába könnyebben szoknak be, mert én hallottam ellenpéldát is, illetve olyat is, hogy valaki a családból jön, és hip-hop megtalálja a helyét. Valóban van erre is példa, és arra is példa, de nagy többségében azt tudjuk mondani, hogy a bölcsödébe érkezett gyerekek, azok valóban ismerik azt a napi rendet, hasonlóan működünk, mint itt a szomszédban a bölcsöde, rálátunk egymásra, tehát nagyon ismerős a közeg számukra, és sokszor a pedagógusokat is ismerik, hiszen azért ez nem egy óriás település, itt találkozunk egymással. Szülőkkel sokszor nehezebb a gond, ezt tapasztalatból tudom, amikor tényleg még integet, még visszaszalad egy picit. Ezt ilyen hidegpulyka módon kell, nem? Tehát, hogy szia, megölelek, megpuszilak, és el is tűnök. Igen, a hidegpulykát még nem hallottam, de tetszik ez a szó. Valóban sokszor kell hozzá az a fajta határozottság és következetesség, és a gyereknek is fontos, hogy érezze, hogy akkor most ennek itt vége, nem húzzuk, nem nyúzzuk, mint a rétes tésztát tovább, és hogy az elválásnak van ideje, és az érkezésnek is van ideje, és ezt mindig kell tudniuk a gyerekeknek. Az ősz milyen programokkal, milyen csak a ti óvodátokra jellemző érdekességekkel várja a gyerekeket? Nagyon sűrű már a szeptemberünk is, mert a mobilitási hét, az autómentes hét, az egy hatalmas program itt az óvodában. Mi ezt nagyon szeretjük, hiszen a nagykovácsi gyerekekre és családokra jellemző az, hogy általában autóval közlekednek, ritka az, amikor bicikli nyergébe pattannak, vagy gyalogolnak. Nagykovácsiban, ha körbenéz az ember, kevés gyalogost lát. Mi ezt szeretnénk ezen a héten promotálni ilyenkor, verseny is van a csoportok között, pecséteket kapnak a gyalog, vagy olyan járművel érkező gyerekek, akik nem motorikusan érkeztek meg az óvodába. És például az egyik legnagyobb eseményünk ilyenkor, már harmadik éve csináljuk a Szent János Bogár futást, ami egy esti futásprogram itt az óvoda mögött lévő téren, ahol két etapra készítjük fel a pályát, az egyik, amikor teljesen kivilágítjuk, és látják, hogy merre mennek, merre kell futni, a második résznél viszont teljes sötétségben csak apró szolárlámpák fényét követik, és ugye ez arra hívja fel a figyelmet, hogy mennyire fontos a látni és látszani elv a közlekedésben. Ezt követően pedig érkezik majd a Mihály napi vásár, ami egy hatalmas program szintén. Most a két óvoda épületünkben egy időben, de külön-külön lesz megrendezve, és nagyon izgalmas jó programokkal. Majd rögtön ezután érkezik a meseösvény, hiszen jön a Magyar Népmese napja, amihez mi kalandos játékokat szoktunk tervezni. 50 fölött nem lehet már részt venni a programokon? Mindenkit várunk önkéntesnek is. Oké, köszönöm szépen.